Köszöntelek titeket, drága nézőim! Mai napi Battlefield Bad Company 2-es túravezetésünk az nem más lesz, mint Panama Canal. És látható, hogy egy Abrams tank volánya mögé próbáltam bemerészkedni, mert úgy gondoltam, hogy azzal hatékonyabban fogom pusztítani az ellent. Hát ez a feltételezése majd idővel bebizonyosodik, vagy nem. Ez majd ki fog derülni, és mit látható, már is itt van előttünk egy áldozat, és lesebeztük, de nem ránk lő, és... Hát elpusztítottuk az illető úriembert, bár nem én voltam az, aki elpusztította, de majd ezt a gyalogot, igen, ezt sikerült elpusztítanunk tankkal. És kettő darab kontrollpontot befoglaltunk a jelenlegi állás szerint, úgyhogy hihetetlen küzdelem vár ránk. Kérem szépen, hölgyem és uram, és mit látható, ki van egyenlítődve ismételten a harctér felállása, ugyanis 198 tiket van a mi javunkra, és 196 a oroszok javára. Hát, próbálnak felállni az oroszok, de nem nagyon hagytunk nekik idáig esélyt, és ott látható, hogy egy úriember próbálott puffogtatni. Sikerült egy kicsit rásebezni, de még nem sikerült vele végezni. Na majd talán most, nem? Hát, ma nem baj, majd a gyalog haverok elintézik, addig én próbálok kicsit közelebb nyúlni ehhez a szekcióhoz, és... Nini, azt hiszem, ott motoszkál egy illető úriember, és egy gyönyörű szép double kill tudtunk elérni. Hát azt hitték, hogy ketten is meg tudnak ott bújni abban a sarokban, mindeközben egy rakéta talált belénk, és ott fönt is próbál valaki tüzet nyitni a drága jó honfitársaimra, és itt én ezt nem nagyon szeretném hagyni, mert hát ki az az őrült csávó, aki hagyja, hogy lövik a ő barátait. Nos, kérem szépen, uraim! Kimondhatom nagy nyugalommal, hogy a Battlefield BC2 nekem totálisan bejön, és szerintem ez egy jó ötlet volt részemről, hogy visszakanyarodtam ebbe a irányba, mert ha valami Battlefield, akkor ez az. Tehát ez még modern is, meg Battlefield is, és nincs annyira tele hibákkal, jó, mondjuk azért ebbe is vannak, de valami kevesebb, mint gondoltuk volna, és megint látható, hogy ott jön a közelünkbe egy páncélos, megpróbáljuk meglőni, hát igaz, már én átültem a Gunnerhöz, és úristen, innen menekülni kéne, mert hamar nagy darálás lesz kibontakozóba, és eltűnt innen a enemy mérnök, de hát vesztére, mert hát lekéseltük, igen. Szóval tudtam én, hogy itt bujkál valahol a delikvens, csak gyanítom, nem volt felkészülve arra, hogy én is itt vagyok a közelben, és hát látható, ennek ez lett a következménye. Kedves kollégája próbálta megbosszulni az, hát a haverját és sérelmeket, de hát voltam olyan kedves, és őt is elintéztem. Nem jövök ide a D-pont közelébe húzni a zászlót egyelőre, mert úgy gondolom, hogy ez még egy nagyon nem kifizetődő, annál is inkább, mert valószínűleg, hogy hemzsegnek itt a mérnökök, az orosz mérnökök, meg a medikek. Igen, ilyenek ezek. Ó, és 5-0-ás a KD-n. Nem gondoltam volna, hogy én valaha megélek ilyet Bad Company 2-ben, de hát ennek is eljött az ideje. Én hát amúgy már muszáj is volt. Hú, hölgyeim és uraim, kérem szépen. Elkezdett, beszürkült a B-pont, tehát ott valószínű, hogy enemy van a közelben. Én meg itt próbálok így sunyiskodni. Nem nagyon akarok itt komolyabb incidenseket kezdeményezni. Egyelőre meglapulok és kivárom a megfelelő pillanatot, talán eljön még. Számomra a megfelelő. Úristen, de közben valaki lőtt engem hátul, úgyhogy gyorsan ismételten fedezékbe vonultam, mert jó dolog eldűnni az ellenség szem elől, és már is meglátunk ott egy illető úriembert, aki spotoltam is, és kapott egy kis olmot is, úgyhogy el is halálozott, úgyhogy megvan a hatodik áldozatunk. Aj, néha úgy megijesztenek engem a felém rohanó kedves kollégák, mert nem tudom, megijesztenek. Egyik pillanatban az oroszokat ölöm, utána az amerikaiakat, és néha engem ez bekavar. Ó, és ott van megint egy delikváns, ott van, és Quadra próbál engem elütni, nem sikerült, de valaki rám lőtt közben. Ó, vele sikerült végezni, jó van. Egyelőre jók vagyunk, megvan a hetedik áldozatom. Nem tudok kimenni az ajtón, nem baj, egyelőre talán még itt jól vagyok, és... Ott van még egy, de ezt bírom, hogy mindig fedezék be, meg már ketten is, Istenem, esélyem sem volt. Franc finnel titeket, meg ízéltétek a szériámat, pedig olyan jó lett volna. Egy buki. Na igen, oda nem fogunk leszületni, mert hát nem, nincs kedvem a base-ről hazasz curikolni, úgyhogy lejöttem ide a C-re. És megnézzük, hogy mit tudunk itt tevékenykedni. Általában szeretik betámadni a C-t is, mert eléggé, hogy is mondjam, ilyen jó kis konténerek vannak itt, amik körül lehet szaladgálni, meg megbújni, és itt az asautók előszeretettel mászkálnak ezen a terepen.
Rafkós leszek, mert általában mindig ott szemből mennek az illető úriemberek, és az a nyílt terepen nagyon jó prédák, én inkább itt a konténerek közt szalaszolok, inkább lassabban, de biztosabban. Meg hát mondjuk úgy, hogy nagyobb bigya esélyem az életben maradása, mindeközben az az úriember szépen elslattyogott innen, én meg megint takarásba jövök, mert nem lenne jó, hogyha lelepleződne a hollétem, mert onnantól kezdve vadásznyának rám. És hát nem tudom, hol volt az illető úrja, hát most elhalálozott szépségesen, gyönyörűségesen, azért egyelőre óvatosba leszek, mert lehet, hogy spanolt rá. Igen, fel is villant egy háromszög, itt van az úriember, és hát igen, bele sikerült végezni. Orochimaru, istenem, ez a Narutós névmánia, Még a izét bírt, amikor a Bleachből adtak maguknak neveket, ilyen Tószen, meg ilyen nevek voltak mindenütt. Na, sikerült azzal az úriemberre is végezni, és úgy látom, hogy a cét még egy kicsit, mint a abajgatnánk, mert valamire nagyon lövöldöz az a tank. Egy kicsit le is van sebezve, hát nem állt a jó pont, úgyhogy szereztem magamnak egy 20 scores, mert megjavítottam ezt a izét, sok kicsi sokra megy alapon. És látod, hogy a tetőről potyolnak lefele szépen az oroszok, mert spotolták őket a többieké, meg maradok itt fedezékbe egyelőre. Arról nem, attól nem nagyon kell tartanom, hogy itt oldalból meglövöldöznének, mert mindig figyelgetem a minimapon a kék háromszögek elhelyezkedését. Ó, és ott ment egy úriember. És rafkós leszek, igen, megfordult, azt hiszi, hogy én majd ott fogok bujkálni, de nem. Szépen átjövök itt, de meglapulok. Majd kidugja a nóziát. És már rég visszafordult, de tudtam rajta sebezni, azért vágtatok már ilyet, mi? Ha azt hiszed, hogy a BF3-ban volt ez a legelső, hát elárom nektek, hogy ez tévedés, mert már ez a Bad Company 2-nél is jelentkezett, csak nem volt annyira feltűnő. Sőt, még ez a 0 HP-s bug is előjött, az ugyanúgy a Bad Company 2-nél, mint a Battlefield 3-nál, vagy a 4-nél. Hát nem hiába a Frostbite Engine akkor se volt épp a legmagabiztosabb engine-ek egyike. És ugyanazok a gyerekbetegségek ennél a játéknál is előjöttek, ugyanúgy a BF3-nál is, és a BF4-nél is, úgyhogy gyanítom, ezek a DICE-osok annyira nagyon odafigyeltek a játékosok visszajelzésére, hogy a totálisan a felismerhetetlenség leszarták a BC2 óta ezeket a bugokat, és ugyanúgy én csak ilyen mindenféle pályákat, új, tiszta craftos, meg minden posztapokaliptikus izéket megcsináltak, mert hát ez komázza a jó nép. És ott van az úriemberke. Hát soroztam rá egy picit, de hát már csak 11 szotyim van ebbe a túróba, úgyhogy átváltok pisztolyra, hát ha azzal hatékonyabb leszek. Ó, és még mindig ott van, és a célzásom még mindig nem a régi, gyorsan tárazok egyet, mert hát úgy talán több esélyem lesz, és a fejébe, és nem halt meg az illető úriember. És íme, hölgyeim és uraim, 0% HP. Mondtam, amit megmondtam. Azt hiszik az emberek, legalábbis a játékosok nagy többsége, hogy én csak így a hasamra ütök és úgy nyomom állandóan a bakert, hogy már pedig ez így van, meg amúgy van, meg izé, de nem, kérem szépen, hölgyeim és uraim, mit látható, itt volt az ékes bizonyíték annak, hogy ezek a bugok már pedig a Bad Company 2-ben is léteztek, fellelhetők voltak, csak hát nem tűnt fel le annyira az embereknek, meg mit tudom én, szerintem nem is jött elő olyan sűrűn. Gyorsan javítom itt ezt a cuccos, mert hát nagyon erős tűz alatt tartok minket, és megpróbáljuk befoglalni a bét, és ha ez sikerül, akkor mind a 4 kontrollpont a mi kezünkön lesz, az állás öreg 157 tiket a mi javunkra, és ha jól láttam, 80, na, jó van, látjuk, tüzelsz, haver, de 80, na, oké, lekéselték a Wookiet, jó. Leszületek inkább egy pontra, mert az úgy biztonságosabb. Na, 83 tiket van még az oroszoknak, úgyhogy hamarosan vége lesz ennek a körnek is, de közben visszafoglalták szépen a B pontot. Én meg megpróbálom itt egy kicsit meggyalázni az itt található oroszokat, de persze, hogy innen nem mentek tovább, és még ez a páncélos is itt van, és hót egy magam, magyarán elkezdenek majd rám vadászni. A páncélos is, meg a gyalogság is, mert hát gyanítom, sejtik, hogy én hót egy magam vagyok. Úgy is van, és már érkezik is egy asja út, és hát hiába kevés vagyok én ide, egy magam. Szomorú. De lelőtték legalább a drágát. Megjött az erősítés, és látható, hogy elindult az enemy tank az A vagy a bézünk irányába. Én vagyok olyan rafkós, és látom, hogy a bézünkön ott van egy tank, tök üresen, úgyhogy képes vagyok arra az irgalmatlan nagy cselekedetre, hogy szépen belehuppanok. És megindulok a tankkal, és már látható is, hogy jön az ellenség, és tudtam, hogy bézrépelni akarnak a kis ganefek, és szépen elhalálozott az illető úriember, így lehet könnyen elpusztítani egy tankot.
És már is megsemmisítettük, és megjavítom vissza. Hát remélem gyalog nem jött velem, mert akkor még ellophatják tőlem, amíg javítgatok, de hála égnek ez nem következett be, még 58 tiket van az oroszoknak, és a B elkezdett villogni, és a távolba vagy egy tank, vagy egy páncélos még megtalálható. Ja, mondjuk az, szeretem ezt a pályát, mert ez legalább jól meg van csinálva, hogy minden össze-vissza roncsok vannak, meg dzsungel is van, meg nagy kilátóhelyek, ahonnan lehet tetőről tüzelni a parasztra, meg konténerek is, ahol lehet bújdosni, azt nyomatni az infantrit, úgyhogy ez kellőképpen jól van optimalizálva ez a pálya. A kontrollpontok elhelyezkedése is szerintem erről a részről megfelelő. Annyi, hogy a spampontoknak a izét, azt talán egy kicsit egy több spampontot elhelyezhettek volna. Na, ugyancsak itt vagyunk a B-n, és nem megy a csík, magyarán valahol van itt egy ellenség, de hiába van a radar a tankomban, nem látok piros háromszöget felvillanni. Egészen mostanáig, már most már sikerült, itt van a konténer másik oldalán, úgyhogy szépen megpróbálom elpusztítani az illető úriembert. Hát oda döffentettem egyet a tankkal, de hát még csak sebezni se sikerült, csak felvettem a port. Mint látható, ez egy alsó út, hogyha legfeljebb, ha csak gránáttal nem akar engem egy kicsit piszkálni, akkor különösebben nem fog engem sebezni semmire. Sajna már most már végre sikerült egy kicsit úgy rásebezni. Ettől talán egy kicsit megrettent az illető úriember, és még 38 tiket van az oroszoknak. És még mindig tartjuk a kontrollpontjainkat, úgyhogy ebből nem lesz probléma, és végre sikerült elintézni a fickót. Úgyhogy húzzuk szépen a B-t, de nem fognak tudni leszpanolni semmiféleképpen. Látható, hogy próbál miket megkerülni egy tank vagy egy könnyű páncélos, megpróbálok magamnak kilátást robbantani, hogy hátra tudok ebből a szögből tüzelni rá. Hát a füstől nem látom az illetőt, de hát lőttem oda egyet, base capture, legalább ezért megkaptuk a 150 scoresunkat. És elkezdtek minket lövöldözni, igen, már csak 39 HP-ja van a tankunknak, úgyhogy még egy találat, és akkor az ihaj-csuhaj fájni fog nekünk. Hát ez csak centikre ment el a tankunk korrától, de hát azért sikerült megmenekülni. És valahol még itt van, és hát elintéztük ezt a fickót is, és látható, hogy a base-ről áramol kifele az orosz haderő. Próbáljuk egy kicsit úgy megrettenteni őket, porfelhővel látni őket a kilátásba, vagy zavarni őket, hogy ne lássanak sever se. Hát megpróbáltam oda dürrenteni, de hát olyan nagy itt a porfelhő, hogy nem baj, legalább így sikerült végezni a fickóval. Még 12 tiket van hátra, azt a kvadrot el kéne kapni, de csak rásebezni sikerült, pedig mi szép lett volna, ha még őt is fel tudjuk robbantani. Már csak 11 tiket, és mind a 4 kontrollpont a mi kezünkön van, tehát hölgyeim és uraim, azt hiszem hamarosan kijelenthetem, hogy rövidesen véget ér ez a kör. Remélem tetszett mindenkinek a műsor itt Panama kanálon. Igyekeztem eléggé kivenni a részem a csatából, és talán ez az eredményen is látszani fog. Megpróbálnak kijönni tankról a base-ről, hát én próbálom őket megrettenteni, hogy már ne nagyon akarjanak erre a pártiket erejére, mert már úgy sincs semmi értelme. Meg hát így még tudok szeretni egy kis korszt. Düffentettem oda, de semmi, egy gyalogos még leszettem, és végre véget ért a kör, hölgyeim és uraim. Talán sikerült első lenni ezen a pályán is, de hát hamarosan kiderül, mert mindjárt látni fogjuk az eredményt. Hú, micsoda izgalmas összecsapás volt, kérem szépen, és íme itt látható az eredmény. Egy emberként sikerült lekéselni, 14 kill, 4 halál, és hát mi lettünk az első. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a megtekintéseket, a viszontlátásra, sziasztok!